Szervusztok, kedves embertársaim, én Oscar vagyok, és ez itt a Tomb Raider Underworld végigjátszásomnak a hetedik része. Hát igen, jól mondtam én azt, tehát az előző rész végén sikerült jól kikoitálni saját magammal. Tudni illik, az történt, hogy valami bevágzódott a játék, és hiába töltöttem vissza a checkpointtól, egyszerűen nem lehetett már megoldani azt a feladványt. Aztán végül is töltöttem le mentést a netről, és elég gyorsan sikerült megtalálni, ez a Ancient 2 volt. És akkor most pontosan innen fogom folytatni a kalandjainkat, és most megpróbálok ügyesebb lenni, hogy nehogy megint ebbe a hibába essünk bele, mint ugye a múltkoriakban. Egyébként úgy tűnik, hogy ez a webkamera ez tényleg bevált, de van benne egy ilyen Right Light funkció, ami intelligensen menedzseli a fényviszonyokat, tehát a környezetből érkező fényeket, és hát az alapján állítja be a webkamerának a hardware-ét. Na, szóval ugye itt voltunk, vissza kell szokni az irányításra Lara babával. Igen, és hát tulajdonképpen az volt a gond, hogy rossz irányba forgattam, vagyis a jó irányba forgattam el ezeket a kis hidakat. Most akkor ezt azt hiszem, hogy nem lehet átugrani, ugye? Mindegy, megnézzük még egyszer akkor. This was here long before the upper temple was added. Proto-Norse runes again. My son, your treasures here and far, this gauntlet's twin, your belt Megingjord, and the mighty Mjolnir, are protected by the dead to keep Jormungandr subdued. But the map's been destroyed, and recently. If one of Thor's gauntlets was here. Igen, és úgy látom, hogy az, aki ezzel a játékkal játszott és a mentést készítette, az is a rövidebb rúcit választotta. Főleg az egyik néző örömére, de szerintem nem csak az egyikére. Apuci szétlőtte. Father never used his middle initial monograms to avoid confusion with his father. That's where you hid the artifact, you sly old fox. Fuck. Now, if I can just make it back to the boat. You sly old fucker. You fucker. Na jó, ne hülyüljünk annyit. Na jó, megvolt. Akkor most csinálok egy mentést. Akkor is, ha bele döglök is. Úgyni. Na. Most így már tudom, hogy mit kell csinálni, tehát végülis nagyon piszok egyszerű az egész. Ezt át kell forgatni ide. És aztán szépen átlendülni így, és ott felmászni. Szóval akkor hajrá, csináljuk Lara baby! Azt hiszem, hogy jól csinálom. Mindegy, visszamászni még vissza tudunk. És akkor hajrá, hajrá! Ezt vegyük felfele-fele. Hold on, Lara baby. Igen, ott is van egy karika. Nem azt a karikát akartam, Lara baba. Nem azt a karikát akartam, hanem azt. Azaz. Úgyni. Nagyon helyes, nagyon helyes. És akkor várjál, hogy is volt itt a dolog? Várjál, lehet rosszul csinálom. Úristen! Tehát miért oldalszaltót csináltál, Lara? Lehet nem tudta volna elkapni az oldalát. Mégis a perem részt úgy alapból. Na jó, szóval nem ezen az oldalon kell akkor lemenni, hanem valahogy a másik oldalra. Hogy tudok ennyire elakadni itt egy ilyen egyszerű kis feladványon? Ja igen, persze. Persze. Jó, oké. Itt szépen le kell zúgyanni. Nem, ez egy titkos hely. Jó, igen, igen, látom, hogy mit kell csinálni. Igen, és akkor most szépen felugrálunk. Úgyni. És most a másik oldalon elvileg le tudunk ereszkedni, vagy nem. Már csak hallottam valamit az előbb.
Hát van ezen az oldalon. Nem nagyon. Ja, ott is van igen egy izé. Jó. Hát remélem, hogy jól csinálom. Aha. Ne! Hú. Ez egy villanáson múlt, hogy egy mikro tized másodperccel később reagálok, akkor annyi. Várjál, Lara, állj meg egy picit, állj meg. Úgy finoman, óvatosan egy picit lejjebb, igen. És most oda át fogsz ugrani, jó? Jobb oldalra. Most ugorjál oda át szépen, azaz, azaz. Nagyszerű. Ügyes kislány vagy. Na, ó, mi az ott? An artifact. Na vajon hol tartunk? Hol tartunk? Tehát akkor... Semmi értelme nem volt. Már megint hülyeséget csinálok? Ezt nem hiszem el. Hát pedig nagyon úgy néz ki, hogy már megint elmebeteg vagyok. Várja. Na akkor ugorjunk csak át. Akkor most lehet most kell a másik oldalra menni. Tehát... Leveleket lelőttem. Na várjál, hogy a túróba kell lesz, hát nem igaz. Egyszerűen nevetségesé teszem magam itt előttetek. És ez cink. Hogyha odaugranék le, hát annak semmi értelme nem lenne. Furcsa. It is strange. Na jó. Hát nem tudom. Ha most odaugrok át, annak megint csak nem sok értelme van szerintem. Lehet, hogy túl sokat fordítottam a... Izén. Nem kellett volna ennyit, mi? Szerintem megint meg fogunk kurcanni. Á, nem is mászok fel oda. Lehet ma megint... Nem tudom most mit. Na jó, mindegy, megpróbálok átugrani akkor oda. De szerintem már most megint elrontottam. Igen, szerintem megint elrontottam. Hát ez nem hiszem el. Hát amikor először mentem erre, akkor olyan gyorsan átmentem rajta. Na jó, gondolkodjunk már akkor egy kicsit, tehát akkor innen... Jaj, már itt... Jaj, már elmentette a szarállást. És én felülírtam. Ezt nem hiszem el. Na, most már gondolkodjunk, most már... Kezdek izgatott lenni. Szóval, onnan jöttünk. Ott van egy pöcök. Ott le tudunk menni oda. Ott van egy perem, ami semmire nem jó. Oda át tudunk ugrani, de az semmit nem ér, mert nem tudom forgatni ezt a cuccot, akármit csinálok. Na most, hogyha ezen az oldalon lemegyek, akkor végig vissza tudom éppen forgatni, és lehet, hogy ez lesz a nyerő cucc. Tehát így ezt el tudom forgatni ebbe az irányba. De hát mondjuk alapból is így volt, nem? Ezt nem tudom megfogni, itt nincs semmi. Na most, hogyha oda felugrok, annak sincs semmi értelme, mert onnan mit tudok csinálni, semmit, csak lendülgetni. És oda meg ugye egy halálverem várott reám, tehát oda átmenni semmi értelme nincs. Akkor most másszunk vissza. Hogy lehet, hogy ezt a kis pici peremet el lehet kapni. Azt, arra gondolok ott, hogy ezt el lehet kapni. Hát nem. Istenem, segíts! Jaj. Remélem, élvezitek, ahogy szenvedek.
Igen, felmászok, igen. Igen, fel vagyok mászva. És akkor most mi van? Most what the fuck van? Tehát, de nem jó, akkor a másik irányba kéne egy picit elforgatni, mert akkor lenne ér, vagy várja. Várja, aztán megvan. Na, oké, szóval ezt elforgatom ebbe az irányba. Igen, jó, oké, most már megvan. Aztán megvan a dolog. Igen. Igen, megvan. Megvan a megoldás, gyerekek! Na, az a megoldás, hogy egy. Szépen át fogok ugrani. Ah. Köszönöm, Blara, hogy nem estél le. És ha minden igaz, akkor... Igen, ezt így húzni is lehet. Ez az. És hát igen, mindenképpen... Húzni kell, na most ott, igen, meddig lehet? Addig. Jó, akkor húzzuk szépen, várj, és akkor azt is nézem, hogy oda át lehessen ugrani. Tehát igen, igen, oda még mindig át lehet így ugrani. Oké. Most kicsit elengedem, megnézem, hogy igen, itt egészen eddig lehet. Na de várjál csak. Most lehet, hogy körbe tudok menni, vagy még nem. Még ez túl szűk így a járat. Na most. Aha. Igen, és így már tudom tolni is. Csak persze óvatosan kellene, hogy leessünk itt a végén. Jó, akkor ez a maximum. Mondjuk, hogy ez a maximum. Na most, hogyha átalugrok oda. Így van. Kicsit felmászok. Falra mászok ettől a feladványtól szó szerint. De most már jó úton járok szerintem, egyértelműen. Aha, így van. Persze most még lehet forgatni kellett volna egy picit. Aha, igen. Egy picit még forgatni kell. Így van. Hát igen, ez kesztyű nélkül nem lehetett volna megcsinálni. Na végre! Jaj! Nem hiszem el, hogy ilyen... Pityaner feladat majdnem kifogott rajtam. Most mindenkit szétlövök. Na jó, most nyomok egy mentést. Köszönöm szépen. Na. Jaj, de jó. Lefulladt. Lefulladt a játék, de hála jó Istennek, mivel most ugye broadcasterrel veszem, így nem lesz semmi gond, csak újra el kell indítanom a játékot. Jaj, de jó a broadcaster. Na jó, oké, akkor resume game. Remélem, hogy a mentés az nem korruptálta. Mert akkor kezdhetem az egész játékot előről, hogy töltöttem le megint azt a mentést. Jaj, gyerekek! Ez egy agyfasz rész. Tomb Raider, agyfasz edition. Na. Come on, bitch, come on. Nagyon remélem, hogy elmentette a cuccot.
No! Könyörgök. Ne csináld ezt velem, könyörgök. Ez a feladvány, ez valami kegyetlenül gyilkos. Tehát ez szerintem ez szándékosan azért rakták bele, hogy az emberek itt feladják, a videósok lefejeljék a monitort. A monitorgyártók finanszírozták ezt a részt szerintem. Ezért olyan kelendőek manapság az LCD monitorok. Hogy a rohadt életbe. Szóval akkor gyakorlatilag kezdhetem megint ugyanonnan, ahol voltunk eredetileg. Jaj de jó! Jaj de jó! Jaj de jó! Jó, akkor az útjanunk. Most már legalább tudom, hogy mit kell csinálni. Nagyon át kell lentülni. Kicsit lejjebb megyek, nehogy lezutjanjak, mert már most már akkor végképp elegem lesz. Na, húzzad csak, úgy. Most át tudsz menni oda. És nyomjad neki! Na, óvatosan, nehogy lezutjanjunk a végén, Lara. Ott még van. Van lépés. Nagyszerű. Ott már szerintem nem nagyon lesz. Úgy ne. Jól van! Jól van! Jól van! Ugorj, pici Lara! Oh yes! Na, ezt forgassuk. Akkor most nem fogok menteni. Most akkor azt fogom csinálni, hogy oké, köszönöm a látványvilágot, menjünk át, és akkor majd ott lesz egy automata checkpoint, remélem. Gyerünk, másszunk, Lara. Na, gyerünk. Fussunk! Na, végre. Végre, valahára. It seems. I wonder how he charged it up again. I wonder how magától feltöltődött ez a cucc. Puppet no longer. Journal entry unlocked. Nagyszerű. Pókicák. Pókicák minden mennyiségben. Na jó, most akkor még nem mentek. Hoppa, ott látok valamit. Micsoda beugrás volt, mi? Jól van, azt felvesszük. Jújjúj! Majdnem kipurcantam. Meg is feledkeztem arról, hogy van oxigéncsík. Na, mászunk csak fel. Na, akkor kérlek alásan. Óaj! Hát igen, nem mindent csinál automatice. Lara kisasszony. Hehe, csilingel. Na jó. Ez akkor azt kell csinálni, hogy kicsit így lejjebb menni. És akkor csilingeltetjük. És akkor most... Azaz. Fú, micsoda oldalszaltó volt. Rossz sejtésem van. Olyan, hogy az egy valami csapda lenne, ilyen pengéket fog lőni, de nem. Igazából nem az. Most már látom, hogy micsoda. Igen, oda át kell ugrani, és ez ilyen időzített cucc, azt hiszem. Igen, hogy ez így lemegy. És akkor most valami történt? Mi történt? Most mi történt, Lara? Na mindegy, akkor szépen mászunk csak arra vissza. Jó, hogy kinyílt ez itt. Na végre volt egy mentés. Akkor most már olyan nagy baj nem történhet elvileg. Ha csak cápák nem jönnek.
Ó, nagyszerű. Kis levegőhez jutottunk. Ajaj, gyorsan Lara, gyorsan, mert fulladás veszély van. Hú, de király. De királyok vagyunk, Lara. Csak ki se fulladtunk, én egy ennyi úszás után egy 28 centis pizzát benyomlék. But father destroyed it. Well, the acorn certainly didn't fall very far from the tree. He did it deliberately, to keep the information from Nattler. But I'm sure he recorded everything first, and what's more, he found Thor's other gauntlet. Where'd he put it? Right under your nose. Tehát akkor a... Értem. Jó. Nagyon komoly komment ez most mi. Nagyon formában vagyok. Croft Manor, hát igen. Szóval tulajdonképpen ott lesz ez a bigyó, amit keresünk. Ahol eredetileg is csüccsentünk. Ez az egész eddigi kaland, ez gyakorlatilag majdnem felesleges volt, ugye a kesztyűt leszámít. Kesztyűt leszámítva. Jungle Short. Igen. Casual. My father stripped about. Ja igen, az azt a mai ízének a... Hát igen, most lehetne ezt választani, de legyen most akkor az a casual. Submachine gun, shotgun. Igen, spear gun. Tranquilizer gun. Hát tudod mit, legyen a... Legyen az assault rifle, az legalább pontos. Kíváncsi leszek, hogy hosszabb ruciban hogy néz ki Lara baba. Eddig én is mindig a rövidebbiket választottam, de most már azért kicsit ja, az ízlésvilágom kifinomultabbá vált az évek során. Na, szóval akkor tötödj. És akkor elvileg most fog folytatódni az a cselekményszál, ami, ahol kezdődött a játék elvilegben, elviekben. My apologies, Lady Croft, but I have not tended to the crypt. Why didn't you ever tell us this was down here? Yeah, I wish I still didn't know. You know what? I'll wait up here. Úristen. I did warn you that playing your music so loud could wake up. Pókhálós. Igen, tiszta pókháló, de mekkora pókok szövik ezeket a hálókat, már nem azért. This is creepy. Hát igen, hát borzongató, azt mondja. What makes you think it's here? Father signing his name with all three initials was a clear reference to my grandfather. Light, please. Igen, apuci tele volt meglepetésekkel. Na, akkor most viszont mentek egyet. Remélem, hogy nem fog berágni rám a játék. Ne rágj be, ne rágj be, ne rágj be, ne. Ah, ez az. Nem rágott be a játék. Na, és akkor most hova tűntek a többiek? Vagy most itt lemásztam, leereszkedtem. Na, hát ilyen hideg környezetben azért a hosszú nadrág az mégiscsak jobb. Hoppá! Egyből a gyerekje. Kinek a gyerekje ez? Íme itt a gyerekje, na jó. Ne hűljünk. És akkor most itt várjál, ez tulajdonképpen a Croft Manor. Hoppári! Igen, hát ide szépen felmászunk. Azt mondja, hogy control to safely drop down and grab the pillar. Ja, értem. Jaj, ne.
Mászunk csak fel arra. És innen szépen ugorjunk csak át oda. Úgyni. Na, hol vagyunk? Hol vagyunk itt? A ház alatt. Itt most biztos fog jönni valami. Denevérek. Vérszívó denevérek. A láthatáron. Na, jöztök még? Hát, eddig az ellenségek nem túl sok kihívást jelentettek. Na kérlek, hoppá! Hoppá, hoppá! Hoppá, hoppá! Oké, itt szépen lezutyanok. És, hát igen, itt mindenféle ilyen tartó gerendák. Itt szobor látható középen. Gondolom, hogy itt erre rá tudok ugrani, ugye? Aha. És akkor itt szépen óvatosan oda átugrok. Úgyni. Jó, aztán mégiscsak a pisztolyra váltok át. Mert nem tudom, elvileg a gépfegyver is hát majdnem végtelen. De lehet, hogy nem. De lehet, hogy véges. Úgyhogy azt inkább majd az erősebb ellenfelekre tartogatom. Aha, tehát itt akkor nincs semmi, csak az a kincs volt. Úgyhogy itt amit meg tudok tenni, az az, hogy itt szépen óvatosan végegyensúlyozok. És ott lezutyanok. Na. Úgyne. Na, és lent is vagyunk. Na. Hú, mennyi van. Nagyon sok. És mind Lara baba csinos fenekére pályázott. Na most ennek itt van-e értelme? Na most ezen az oldalon is fel tudok mászni, ugye ennek körülbelül annyi értelme van. Ja igen, és oda a túloldalra át tudok menni. Mi ez, egy aktatáska? Vagy egy gyógycsomag? Ez mi volt? I don't know, what the fuck was that? Na jó, akkor itt szépen ugrálni kell. Akkor tegyük azt. Így van, és akkor itt elvileg fel lehet mászni, igen, így a tetejére. És úgyni. Innen pedig átalugrani. Hát azért jó kondiban kell lenni egy ilyen kincsvadászathoz, gyerekek. Vagy nagyon sok robbanószert kell hozni magaddal. Ez a másik alternatíva, ami kevésbé látványos. Viszont könnyebb. Na várja, igen, oda rá lehet ugrani. És rá is ugrok. Fel is mászunk szépen. Na, valahogy lehet bemászni. Érdekes. Na, ahogy ne. Egy cucc volt. Úgy ne. Így király. Na, kérlek alásan. Akkor itt még a feladványt kell megfejteni, hogy tulajdonképpen mi is. Mi is itt a feladvány, mi? Na. Húha. Mit nem rejt? A Croft Manor. A birtok. A Croft birtok, ahol Lara baba az életét élte eddig. Az ott egy darab kő, amivel még valamit biztosan csinálni kell. Nézzük csak. Nem lehet meghúzni. Gondolom ez se. Valami hiányzik. Vagy éppenséggel.
Aha. Azt az ajtót nyitja ki? Nyitná ki. Csak lehet nem mindegy, melyik oldalról kezdem. Igen, valószínűleg fel kell oldani valami súlyzárat, tehát akkor... Igen, akkor mindegy, ezt viszem most magammal, mert szerintem ennek most nem sokára lesz jelentősége. Hoppá, lejárt az időnk, gyerekek. Na jó, akkor én amondó vagyok, hogy ez volt a Tomb Raidernek a 7. része, kedves testvéreim. Én Oscar voltam, és hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra. Hát remélem, hogy most már kevesebb technikai probléma lesz itt a közeljövőben, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!